Jó estét kívánok mindenkinek nagyon nagy szeretettel. Ők nem megmondták az enyélét, hanem átrendeződünk egy kis formációra. Még egyszer jó estét kívánok mindenkinek a tavasz első napján. És ez az alkalomhoz, ez a szép napot, vagy gyönyörű időjárás volt, igyekeztünk illendő műsort összeállítani. Az elmúlt mintegy 400 évnek a leginkább híressé vált zeneszármaiból válogattunk össze egy csokorravalót. Ez a 400 év egyaránt fog tartalmazni majd napjai popzenéjét, hogy rögtön lelkesítsen önöket, aztán lesz majd egészen barokzene, reneszánsz muzsika, meg hát mindenféle más olyan műfaj, amelyet majd biztosan felismernek itt a műsorunk során. Mint említettem, ez egy különleges esemény is lehet, hiszen ilyen nagy létszámú együttes nem túl gyakori a színpadokon, hiszen nem csak azért, mert 8-10 embernek a mindennapjait kell összehangolni a próbákra, hanem összeválogatni azt az anyagot, amely ilyen együttesre íródott és hangszerelődött. De mint említettem, az elmúlt évszázadok során rengeteg zeneszám született, és mi rendesek nagyon örülünk annak, hogy a legkülönfélebb és a legjobb feldolgozásokat készítették kisebb-nagyobb évszámra. Még a kollégáim fognak játszani, úgyhogy ők addig elvonultak hátra, és hát önöknek pedig nagyon kellemes estét és szórakozást kívánunk. Most egy részfúvós ötös, vagyis egy kvintet fogja a műsort folytatni. Mint említettem, 4 évszázad muzsikája szólal meg egy csokorba kötve. Elsőként, amit hallottak, az egy nagyon ünnepi alkalomra íródó zene volt. Dánia hercege ugyanis Angliában látott, és a királyi udvarban fogadták őt. Ez nagyon érdekes esemény volt, hiszen az éppen szabadságon lévő királyi részfúvósok annyira fontosnak érezték ezt az eseményt, hogy úgy döntöttek, hogy a szabad napjukat is feláldozzák, és önként eljátszák ezt a darabot. Ez is az alcím ennek a darabnak, amit elsőként megszólaltattuk, hogy Trumpet Voluntári, vagyis önkéntes részfúvósok játéka. Most azonban a Quintet folytatja, szintén az 1600-as évek elejéről. Érte egy angol zeneszerző, Giles Farnaby-nak hívták őt, aki nagyszerű virginálta és az ongora előnyének a virtuóza volt, és mint királyi muzsikus az volt a feladat, hogy a királyi udvarban különböző eseményekhez szórakoztató, vagy ünnepi, vagy egyéb stílusú zenéket komponáljon. Így született meg az a Képzelgések, Álmodozások és Játékok című gyűjteménye, amelyből 3 tétert szeretnénk önöknek eljátszani. Az első egy régi spanyol tásznak a feldolgozása, a második egy pihenő, lustákoló zene, míg a harmadik egy játék című. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok! Thank you.
maradunk Angliában, illetve Angliánál, és egy szintén nagyon különleges, nagyon híressé vált darabot szeretnénk most annak rövid részletét eljátszani, és engedjék meg, hogy két-három olyan gondolatot megosztak önökkel, amelyek talán még érdekesebbé teszik ennek a műnek a hallgatását. Mint mondtam, nagyon híres darabról van szó. Az történt ugyanis, hogy Angliában az éppen egyéves uralkodását ünneplő király egy nagyszabású fogadást rendezett, mai szóval mondhatnánk, hogy egy bulit. És erre a bulira, partira a meghívott különleges vendégeket, a lordokat, a felsőház, alsóház, egyházi vezetőket, meg hát sok mindenkit, hogy ünnepeljenek együtt. Ebből az alkalomból a Temze partján felállítottak, vagy béreltek egy hatalmas területet, és azt kérték a zenészektől, akik majdnem 80-an voltak, hogy a folyón, a Temzén lehorgonyzott hajón zenéljenek. Miután ezt a szerző megértette, hogy onnan bizony hangosan kell játszani minden hangzenek, főleg a részhúvosoknak, ezért olyan darabokat írt, lassabb, gyorsabb, hangosabb, rövidebb darabokat, amelyek jól szórakoztatták a parton éppen minden finomságot fogyasztó, evő-ivó és beszélgető vendégeket. Így született meg az elnevezése, és maga a szerző adta ezt a nevet neki, az elnevezés, hogy a vízi zene. Ebből a hosszú darabból szeretnénk egy rövidke részletet, amely talán leginkább kifejezi azt a hangzást és hangulatot, amelyet ott elvártak a szerzőtől. A szerzőt pedig úgy hívták, hogy Georg Friedrich Händel, mai nap is nagyon ismert, népszerű és köztiszteletnek örvendő szerző, nem csak Angliában, de világszerte a Horn, Pipe és valamennyi külföldön játszol ez a címe. Köztiszteletnek örvendő manapság is Angliában, amikor megkomponálta az egyik művét, a Messiást, annak a végén van egy záró kórus, és az, hogy meghallgatta a királyi udvar, mindenki, aki el tudott menni erre az eseményre, annyira megtetszett a uralkodónak, hogy nem vastapsot kezdett, hanem felállva kérte a muzsikusokat, hogy játsszák el még egyszer. Ez olyan hagyományá vált, hogy azóta, amikor ezt a híres Alleluja kórust, vagy Alleluja tételt játsszák a zenekarok Angliában, de az angol nyelvterületen mindenütt, a közönség azzal tiszteli meg a jelenlegi és folyamatosan uralkodó királyi udvart, hogy felállva hallgatják ezt a messiás tételt. De mi nem ezt játsszuk most, de ezt meg lehet tekinteni televízióban, tehát nagyon népszerű a világban. Maradunk az 1700-as évek elején, mert hogy Händel 1720-ban alkotta ezeket a műveit, egy kicsit a e század végére lépünk, és egy nagyon-nagyon híres, bár rövid életű zeneszerzőnek a egyik szép darabját szeretnék önöknek eljátszani.
ő már gyermekként elbűvölt, elvarázsolt a közönségét, 4 évesként már elbűvölte, gyermekszimfóniát komponált, édesapja egész Európában, ahol csak lehetett, elvitte őt, hogy mindenütt megmutassa a gyermekének a tehetségét. Ennek a kisgyermek nem mindig örült annyira, mert inkább játszani is szeretett volna. Wolfgang Amadeus Mozartról van szó. Az a darab, amit most mi szeretnénk önöknek eljátszani, ezt a darabot 17 évesen komponálta. Én, ha visszagondolok a 17 évességemre, éppen hogy szolfizsból átcsúsztam az iskolámban, tehát volt különbség és van is. Az ő tehetsége az világra szóló volt, tehát rövid élete ellenére olyan életművet hagyott az emberiségnek, hogy arra büszke lehet az egész világ. Mint mondtam, 17 évesen alkotta ezt a darabját, amit egy rövid részletét most eljátszunk. 17 évesen még nagyon-nagyon jókereső, népszerű volt a sikerei csúcsán, addigra már szimfóniákat komponált, versenyműveket, operákat, és megismerkedett egy milánói útja során egy opera énekes, egy olasz opera énekessel, aki a magas női szólamokat énekelte. Hát ezt mondhatnám csúnya szóval is, tehát kontra-alt volt, vagy kontra-tenor volt, vagyis a magas falzett hangokon énekelt, mint ő lett volna, és ennek a híres énekesnek a kérésére komponálta ezt az úgynevezett szóló motettát, amely 4 tételes darab, és a szóló motettában énekel egy előadó, jelen esetben egy női hangon éneklő, de akkorban ez nagyon elfogadott tény volt, és egy kis zenekar kíséri őt, nagyon kis létszámú együttes. Ennek a 4. tétele az Alleluja, a darab címe pedig Exultate Jubilate, vagyis szóljon a dicsőséges ének. Ebben a rövid tételben jól lehet tetten élni azt, hogy mennyire vidám volt Mozart, mennyire boldog volt, mennyire sikerült volt az élete, és inkább nem mondom azt el, hogy az élet aztán hogyan ért véget, maradjon ez a kép mindenkiben, ez a lendület, ez a fiatalság és az élni akarásnak a vágya. A tétel címe Alleluja. Thank you.
Természetesen nem csak Angliában, vagy Nyugat-Európában, vagy Itáliában szerettek az emberek élni, szórakozni, táncolni, jól érezni magukat, így volt ez a történelmi Magyarországon is. Most ebből a korszakból szeretnénk három olyan táncot eljátszani önöknek, amelyek biztos, hogy mindegyiket ismerni fogják, de az elsőt és harmadikat egészen biztosan, hiszen általános iskolákon is már tanítják, énekeljük, játszották ezeket a dalmokat, és nagy örömünkre sokféle feldolgozás között, részbúrs ötösre is készült feldolgozás ezekből a táncokból, amelyeket egyébként a Műzsei Tabulatúrás könyvben vagy kódexben jegyeztek le, és az utókor számára így hozzáférhetővé váltak a mai napig is. Az első tánc az egy ugrós tánc, nem kell megijedni, nem mi fogunk ugrálva muzsikálni, hanem a táncosok táncoltak valamikor ilyen ugrásra, persze szolid ugrásra hasonlító mozdulatokra, hiszen olyan a dallam és a tempó. A második az erdélyi fejedelem tánca. Biztosan sokan látták a televízióban mostanában a Tündérkert című filmet, amely feldolgozás a Móricz regényének, trilógiájának. Nos, hát abból a korból láthattuk, hogy azt gondolom, nagyon stílszerűen választották a zenéket, az öltözetet, a jelmezeket, ez egy kiváló film, és a zene is nagyon jó volt hozzá megírva. És annak az első része nagyon ünnepélyes, hiszen egy fejedelemhez úgy illik, nem ugrabugrálunk, hanem méltóságteljes lépésekkel, egymástól távol állva táncolunk. A közép része kicsit élénkebb is, visszatér aztán a méltóságtétel, vagy méltóságos zene az elejére. A harmadik tánc pedig Angol Lázár tánca, ő egy olyan főúr volt, aki nem csak jól tudott, de szeretett is táncolni, én fordítva mondhatom, nem csak szeretett, de tudott is táncolni, illetve hangszereket is játszott, tehát egy zenében otthonosan mozgó ember volt. Ez a három tánc következik most régi magyar táncok gyűjtőnével. Thank you.
igyekeztünk úgy játszani az első táncon, hogy ne ugráljunk, bár minket is nagyon inspirálta, amikor próbáltuk, gyakoroltuk a szárot, hogy a jó kis ritmikája volt, de visszafogtuk magunkat, hiszen van még egy szav az első napján is. Most egy nagyon híres ária következik hangszeren megszólaltatva, mégpedig egy 150 évvel ezelőtt bemutatott operának egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb dala, áriája, amelynek a története az, hogy egy hölgyről szól, mégpedig egy nagyon-nagyon elbűvölő, temperamentumos, csodálatos, gyönyörű cigánylányról, aki egy spanyol város kikötőjében, hát őt akarja mindenképp meghódítani, a zsoldos kapitány, a rendőrfelügyelő, a közkatona, a kalóz, a toreador, őt hagytam a végére, mert a férfiak nem tudják, hogy Carmen, róla van szó, hogy a toreador választott elé szerelmes, tehát csak ostromolnak ezek a férfiak, míg nem aztán meg nem értik, hogy hogy is választ egy hölgy szíve. Carmen, mint említettem, ez az operának is a címe, és a dalnak a ritmikája nagyon érdekes még, hiszen a Haiti gyarmatosítóként élő franciákat elüldözték az őslakosok, és ők Kubába menekültek. Ezek a francia menekültek Kubába vitték magukkal azt a tánc típust, azt a melódia világot, amit ugye Haitin használtak, énekeltek és táncoltak rá, és ebből alakult ki a habanera, amely a mai nap is Kubának az egyik nemzeti tánca. Úgy ebben a stílusban íródott meg Bizé által a Carmen című operában a habanera ária, amelyet biztosunk fog megszólaltani ezúttal a hangszerén. Mindjárt kiköpök itt vanára, hogy még beszélek valamit, úgyhogy a Carmenben ez egyik leghíresebb jelenet. Ekkor a toreador nem tudja, hogy őt választották, de Carmen már tudja, hogy ki a szerelme színe. Hallgassák szeretettel Carmen áriáját. Egy remek darabja szólal most meg.
Előtte hadd mondjam azt el, hogy az 1900-as évek legelején egy történelmi találkozó jött létre. Ugyanis a műfaj megteremtője, aki egy fekete néger zongorista volt, találkozott a műfaj egyik legnagyobb rajongójával és az ő disztetőjével, aki egy fehér muzsikus volt. Ez New Orleansban történt, ahol valamilyen stúdió felvételre készültek éppen, és Scott Joplin, ő a alapítója ennek a műfajnak, és a hódolója, a tisztelője Joseph Lamb, olyan jó 15 éve fiatalabb tőle, összetalálkoztak, nagyon összebarátkoztak, és ezt még cseréltek meg, hát sok minden mást is megbeszéltek, és így született meg az a műfaj, amit ragtime-nak hívnak, vagy rövidebben ragnek. Hát a ragtime az az amerikai főnyugati kocsmáknak, hát bocsánat, italméréseknek a közkedvelt zenéje volt. A zongorista szórakoztatta azt a közönséget, amely ha olyan kerül, ott összeverekedtek, viszkis üvegek röpködtek, bicskák, pisztolyok és egyre. A szokásos vadnyugati hangulat, de a zongoristát soha nem bántották. Tehát ő nagyon fontos személy volt a kocsmákban, hiszen ő szórakoztatta az embereket. Ebből a műfajból, a ragtime-ból szólalmas meg Joseph Lamb-nek a darabja, amelynek Champagne Reg a címe, vagyis Pezsgő Reg. Mi készültünk ott, az üvegekben nem pezsgő van, elárulható önöknek, de nyugodtan kóstolják meg, hogyha éppen arra járnak. Nagyon finom egyébként, nem kóstoltuk, de mondták, úgyhogy váljék egészségükre. Képzeljenek el egy elegánsan habzó pezsgő, egy pohár pezsgőt maguknak a kezébe, és közben hallgassák ezt a zenét, kívülülve ütős hangszerrel, ezzel köszönöm a rész most kvitte, de ne menjenek sehová, ő szokta a reklám mondani, mert folytatjuk. Thank you.
nem véletlenül kértem, hogy ne menjenek sehová, különben sem tudtak volna bezártuk az ajtóban kívülről. Úgyhogy azért is, mert a következő számod, amelyet újra kiegészítünk nagy falra, a Lidérc nyomás éjszakája következik. Rettegések és a rémségek éjszakájában jövök önöket. Bár a fények túl nagyok hozzá, de azért el lehet majd képzelni ezt. 1994-ben készült egy film, amelyben a Halloween város polgármestere úgy dönt, ilyenek azok a polgármesterek már ott Halloween országban, hogy ő elfoglalja magának Karácsonyvárost. Unalmas uncsi otthon, hogy mindig érezgetni, mindenféle rémségekkel a gyerekeket, az embereket, azok megijednek, aztán egy darabig félnek, de aztán az elmúlik. Pedig gondolja, sokkal izgalmasabb lesz, hogyha elfoglalja a Karácsonynak várost. Ráadásul az első, hogy mondjam, ténykedése az lesz, hogy elrabolja a Mikulás. Ez jó bulinak tűnhet először, aztán rájön, hogy igazán nagy örömöt váltott ki a városban, már Karácsony városban, hogy a gyerekek nem kapták meg az ajándékot, nem szeretgeti őket senki, szóval inkább szomorúságot okozott. Szóval ez a Karácsony éjjj Lidérc néven címen került Magyarországon bemutatásra, amelynek az érdekessége az a stop motion technika, amely azt jelenti, hogy nem rajzfilmről van szó, nem is élő személyekkel eljátszott filmről, hanem úgynevezett bábokat mozgatnak, de profi módon, és ezért azok viszont nem állnak meg, nagyon, mint hogyha élő személyek adnák a szerep, vagy játszanák a szerepeket. Úgyhogy nagyon hamar követte az angliai, az amerikai bemutatót a magyarországi, ez egy zenés film egyébként. A dalokat kis később forgatták át, fordították át nagy a nyelvre, de szenzációs énekekkel azokat is előadják. Manapság is játsszák ezt a filmet, úgyhogy ennek a filmnek egy kicsit hosszabb lélegzetű feldolgozása következik most, amelyben lesz egyaránt lirikus, romantikus vadzene, lesz hangos halk, mindenféle muzsikát lehet majd hallani, úgyhogy itt ül az a fiatalember a nézők között, aki felhívta a figyelmemet erre a darabra, majd reméljük ő is fog használni ezen a darabban, úgy köszönjük neked már, most reméljük, hogy neked is tetszeni fog, úgyhogy fogadják önök is nagy szeretettel a Karácsony éjjj Lidérc című filmnek a helyzelegét. Thank you.
olyan szép napsütéses idő volt, tavasz első napjához illik is, hogy egy ide illeszkedő számot választottunk. Akkor, amikor eldöntöttük, hogy ezt eljátszunk, reméltük, hogy ilyen szép idő lesz, és ezt megkaptuk ajándékba önöknek. És mielőtt ezt eljátszunk, szeretnénk, hogyha megismernék ennek a dallamnak azt a változatát, amellyel világhírűvé vál, hiszen Itáliában vagyunk természetesen, és ott a legtöbb énekel, híressé vált éneket egy pengetős hangszeren, mandolinon kísértek általában, és most ezt a ajaj, mit a mandolinok készülődnek itt, szeretnék a dallamot önöknek bemutatni, hogy mi is, minek a feldolgozásra fog rövidesen megszólalni. Kiállunk a képből, amit ér, illetve kérjük akkor a fő dallamot. És 1898-ban alkotta ezt a dallamot. Van egy olyan feltételezés, hogy éppen Skandináviában járt valahol, akkor lehet, hogy nem sütött olyan szépen a nap, mint Nápolyban, ahol ő egyébként élt, és a Nápolyban sütő nap, napsugarak, a gyönyörű virágok, a tengerhalk csobogása, szóval ez a hangulat őt mindig elbűvölte, és vágyott vissza bárhol volt és a világban. Hát mi is így vagyunk ezzel, hogyha a nap megjelenik az életünkben, akkor rögtön vidámabbak, boldogabbak vagyunk, kiegyensúlyozottabbak, kívánjuk, hogy legyen ez így mindig, mindannyiunk életében, és most hallgassák meg ennek az Ószóle Mio, hallottuk, hogy nagyon szépen énekelték, akik megfejtették, azok eljönnek a következő koncertünkre majd, ajándékbe lépünk, akkor itt ingyenes lesz a koncert, úgyhogy reméljük, hogy eljönnek, most hallgassák meg az Ószóle Mio című dalnak a feldolgozását. Thank you.
Hát hiába, ahol a szerelem megjelenik. Boldogabb lesz azon, hogy mi is így voltunk ezzel, amikor ezt a számot választottuk és játszottuk. Valamennyi hangszer elmondta a szerelmi vallomását, úgyhogy igyekeztünk ezt nagyon stílusosan megszólaltatni. Elékeztünk műsorunk utolsó műsorszámához, amely szintén egy világsláger lesz a szó szoros értelmében. Előtte szeretném megköszönni elsősorban a legfiatalabb nézőknek, hogy nagyon türelmesen végighallgatták ezt a műsort. Na, ha néha hangosak voltunk, akkor azt mondom, tudunk még hangosabban is, hogy figyeltek a legközelebb is. Köszönjük önöknek is, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel, és kívánunk az este további részéhez nagyon kellemes időtöltést, és hallgassák meg azt a számot, amely a gombafejűektől jött a világnak, vagyis a Beatles együttestől, nem rád néztem Robi, hanem a gombafejűek. A Beatles együttes alkotta ezt a slágert több mással együtt, és ez a Hey Jude lesz. Előtte azonban szeretném meg bemutatni önöknek azokat a muzsikusokat, akik ma este a hangszereiket megszólaltatták. Ehhez harmónia háttér fog a rendelkezésemre állni, és név szerint bemutatom őket, önök pedig ne sajnálják a tapsot.
Köszönjük, igazán jól esik ez a taps. Ebből úgy érzékeljük, hogy valóban tetszett a műsorunk, és reméljük, hogy lesz alkalmunk még koncertezni. Köszönjük a helyszínt, hogy itt próbálhat ez az együttes, és hogyha van kedvük, szívesen játszunk egy ráadásszámot önöknek. Előtte hadd mondjam el, hogy miért is bátor részvós együttes, miért is bátor részvós együttes a nevünk. Egyrészt, mert éreztünk annyi bátorságot magunkban, hogy összeálltunk, és műsorszámokat választottunk, gyakoroltunk, és úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen bemutatjuk a közönségnek. Nagyon nagy sikerrel játszottuk Máté Szakán tegnap este a műsorunkat, és örülünk, hogy ilyen nagyon sokan eljöttek és minket választottak. Másrészt, mert Nyír Bátor a székhelyünk, itt éppen ebben a városi galériában próbálhatunk szerdán esténként, és örülünk, hogy ilyen sokan eljönnek ebbe az együttesbe muzsikálni és zenélni. És azt választottuk magunknak apropóul, és kívánjuk önöknek is, hogy életünk során valamennyi probléma, feladatot úgy tudjunk megoldani, hogy igazi bajnokként kerüljünk és üljünk ebből. We are the champions. Ezt a számmal szeretnék ráadásnak önöknek, a Queen együttest tudom játszani.